Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, ez pedig a Kérdezzem Nógrádi Györgytől mai adása. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértővel itt van már velünk a Zoom végén. Jó napot kívánok, tanár úr, üdvözöljük! Jó napot kívánok, nagyon szépen köszönöm! Néhány szolgálati közleménnyel kezdenék. Egyrészt arra kérjük mindenkit, hogy ha még nem tették, iratkozzanak fel a csatornánkra, ezzel is tudják támogatni a munkánkat. Nagyon kevés kell ahhoz, hogy meglegyen a 170 ezredik feliratkozónk egyébként, illetve lehet rendelni Nógrádi Györgynek a dedikált könyveit is a www.ultrahangkönyvek.com oldalon. Azért mondom ezt most be, mert kedden érkezik legközelebb a tanár úr hozzánk, hogy a személyre szabott dedikációkat elkészítse. www.ultrahangkönyvek.com, ez tehát az oldal, ahol tudnak rendelni, és köszönettel fogadjuk a támogatásaikat is a képernyőn látható bankszámlaszámon és PayPal-on keresztül. Arra kérünk mindenkit, aki akár csak egy forinttal támogatja az Ultrahang munkáját, hogy regisztráljon is be a leírásban található linken, ugyanis akkor elküldjük a közönség találkozóink vágatlan felvételeit, és reklámmentesen hallgathatják az Ultrahang podcastjait. Ezek voltak a szolgálati közlemények, a tanár úrnak pedig jövő héten lesz egy előadása, ezt ismerteti most. Nagyon szépen köszönöm. Jövő héten, 28-án csütörtökön, este 5 óra 30-kor, tehát 17 óra 30-kor Vácott, a Géza Király tér 10 alatt lesz, bárkit szeretettel várok. Én ott már voltam 2-3-szor, egy óriási terem, tehát szerintem, akinek van kedve, jöjjön. Tehát beférnek sokan, Vác és környék, figyelem. És akkor most vágnánk bele a mai témáinkba. A tanár urat először megkérdem, hogy ismertesse az elmúlt napoknak az eseményeit, aztán részletesen is fogunk majd foglalkozni a Moszkvában történt terrortámadással. Akkor én a Moszkvában történtekről túl sokat nem mondok, mert 10 órája történt, utána önnek adtam egy interjút, ami érdekes volt, mert éppen kijöttem vendégségbe, voltam egy úszodába. A másik megjegyzésem az, hogy zárulni akarják az orosz vagyont, vagy annak hozadékát az Európai Unióba, ez nekem nagyon fura. Bejelentették a huszik, hogy kínai és orosz hajókat nem támadnak meg. Tolsztoj, az egyik legismertebb orosz képviselő, a képviselőház egyik alelnöke bejelentette, hogy eddig 367 francia vett részt Ukrajnában harcokba, és ezek közül eddig 147, tehát kiszámoltam pontosan a 40%-a halt meg. Ez nyilván üzenet Macronnak. Macron azt mondta, hogy akkor megy ki, ebbe a konkrét eredményt tud vinni, amíg nem, addig nem megy. Rammsteinbe Ukrajna három dolgot követelt, F-16-osokat, újabb lőszermennyiséget és drónokat. Nagyon sok mindent el lehetne mondani. Pápa, török vezetés, gratulált Putyinnak, nagyon sok európai vezető nem. Ami viszont számomra érdekes volt, hogy most a tragédia után mindenki részvétét fejezte ki, USA-tól kezdve Európáig. Tehát ez a tragédia, tetszik vagy nem tetszik, a világot összehozta, hogy ilyen nem szabadna, hogy megtörténjen. Nyilván elmondják, hogy ez volt az utolsó, nem ez volt az utolsó. Ilyet láttunk sajnos, és látni is fogunk. Ennyi. Akkor most térnénk rá a moszkvai terrortámadásra, amiről jelenleg annyit lehet tudni már, hogy az eddigi nem hivatalos jelentések szerint legalább 60-an, más források szerint 40-en meghaltak ebben a merényletben, köztük gyerekek is, és több mint 140 sebesült van. Baranyai Balázs kollégámtól, aki Moszkvában tartózkodik, ő egy magyar származású balettművész, azt hallani, hogy már véradásra hívták fel az embereket, mert hogy annyi vérre van szükségük a kórházaknak, hogy vért kell adni. Az iszlám állam pedig késő este magára vállalta ezt a terrortámadást. Ugye amikor a tanár úrral hirtelen beszélgettünk, akkor is azt találgattuk, hogy ki lehetett az. Amikor az iszlám állam valamit magára vállal, akkor kimondhatjuk, hogy ő volt, mert azért itt ugye mindenkinek ilyenkor a fejében nagyon sok a kérdője. A válaszom az, hogy lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Lehet, hogy amit most mondok, az csúnya. Az iszlám államnak ez egy kiváló propaganda. Elnézést kérek, miért késő este vállalta? Miért vártatik? Miért nem a merénylet utáni percekben, vagy másodpercekben? Lehet, hogy ők voltak, de lehet, hogy nem. Egy tény, az oroszok ezt ki fogják vizsgálni, és a orosz kormány már azt mondta, hogy egyetlen bosszút fognak állni, biztos vagyok. Ha az iszlám állam volt, akkor az iszlám állam harcosaira sokkal komolyabb csapások lesznek a jövőben, Szíriába és néhány egyéb helyen, de Moszkva meg fogja torolni, tehát nem tűri el, hogy ilyen történjen, mert ez precedens lenne.
20 évvel ezelőtt volt egy hasonló Beszlánba, ott is a oroszok pontosan fölmérték, kik voltak, ráértek, idejük volt és bosszút álltak. Ugye, amikor orosz Telegram csatornákat vagy orosz fórumokat nézünk, akkor azt látjuk, hogy az orosz emberek kifejezetten mérgesek egyébként az Egyesült Államokra, és érdekes, hogy nem a saját vezetésükre, hanem az Egyesült Államokra, hiszen az Egyesült Államok már néhány héttel ezelőtt figyelmeztette a saját állampolgárait, hogy menjenek el Oroszországból, vagy ne menjenek tömegrendezvényekre, mert terrortámadás várható. A tanár úrral is készítettünk egy beszélgetést, az volt a cím, hogy terrortámadás várható 48 órán belül Moszkvában. A 48 órán belül az nem jött be, de sajnálatos módon a terrortámadás az igen, tehát hogy valami készülőben volt. És az oroszok például ezt egyértelműen úgy értelmezik, hogy hát ha az amerikaiak tudtak róla, akkor az amerikaiak keze benne volt. Benne lehetett az amerikaiak keze? Nem logikus. Mikor adta ki az amerikai követség ezt a fölhívást? Március 7-én mit mondott? 48 óra. 48 óra eltelt. Biztos vagyok benne, hogy erről a oroszokat is értesítették. Ilyen terrortámadás pazusa nem megy bele. Az lehet, hogy a világon, miután mindenkit lehallgat, és miről tegnap este beszéltünk, ilyen információkhoz jutott, de ezek az információk nem olyan pontosak, tehát robbantás lesz, oké, okay, mikor, hol, senki nem tudja. Tehát ma már a különböző terrorista csoportok is high-tech-re vannak felszerelve. Tehát az, hogy a amerikaiakra mérgesek, ez az orosz hosszú távú propaganda eredménye, azért annyit látni kell, hogy ma az USA hírszerzése a világon az egyik legjobb, én nem hiszem, hogy az USA-nak ez bármilyen köze lett volna. A moszkvai támadások szörnyűek és nehéz őket nyugodtan szemlélni, ezt mondta John Kirby, a Fehérház nemzetbiztonsági tanácsadója. Ő egy rendkívüli sajtótájékoztatón reagált a terrorcselekményre. Azt mondta, hogy szörnyűek és megrázóak a támadásról készült felvételek, és együttérzését fejezte ki az áldozatok felé. Hozzátette, nincs jele annak, hogy Ukrajna vagy ukrán állampolgárok állnának a terrortámadás hátterében, és megszólalt Julia Navalnaya, Alexei Navalnaya néha ellenzéki politikus özvegye is. Ő részvétét fejezte ki az áldozatoknak, rémálomnak nevezte a történeteket, és azt mondta, hogy mindazokat, akik részt vettek ebben a bűncselekményben, meg kell találni és bíróság elé kell állítani. Mit reagál a tanár úr ezekre a mondatokra? Hát az amerikai szóvivő nem mondhat mást. Egyértelmű, hogy azt mondja, hogy sajnálja. A valóságban az Egyesült Államok és Oroszország ma kőkemény ellenségek. Tehát az ennyit látni kell. Nyilvánvaló az, hogy az Egyesült Államok egy ilyen terrorcselekménytől elhatárolódik. Navalnyi özvegye, hogy bíróság elé kell állítani, ez nagyon jó hangzik. Likvidálni kell őket. A oroszok is ezt fogják csinálni. Ilyet a Navalnyi özvegye nem mondhat. Persze, hogy ő se támogatja ezt, Ukrajna. Hát reggel néztem a ukrán elnökhivatal vezetőinek a nyilatkozatát, aki azt mondta, hogy a harctéren akarunk győzni, zárójelbe jegyzem meg, nem fognak, de ők sem hiszem, hogy ebben részt vettek. Az ukrán politika kiszámíthatatlan, az, hogy most a Zelenszkij kiabált az Európai Unió csúcsvezetőivel, az, hogy állandóan elmondja, hogy miket követel újra, egyre kevésbé tesz ő szimpatikussá. Az, hogy az Egyesült Államok befagyasztotta a republikánus szavazatok hiánya miatt a támogatást, ez azt jelenti, hogy Ukrajna a létért küzd, meglátjuk, hogy mi lesz. Nem tudom, a Navalnyi özvegye addig tud így szerepelni, elnézést kérek, amíg pénze van, addig fizetik az utazásait, a szállodáját és nagyon sok egyebet. Én nagyon sajnálom, hogy a Navalnyi sorsa így alakul, de azzal, hogy hazamegy, gyakorlatilag rosszul döntött. És akkor még egy reakció, Mihajlo De... Podolyák, az ukrán elnöki Igen. hivatal tanácsadója a Telegramon azt mondta, hogy Ukrajnának semmi köze a merénylethez. Az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési főigazgatósága az eseménnyel kapcsolatban, pedig az Ukrajniszka Pravda cikke szerint azt közölte, hogy a Moszkva külvárosában végrehajtott támadás a Vlagyimir Putyin vezette rezsim szándékos provokációja, amelyre a nemzetközi közösség már korábban figyelmeztetett. Tehet Putyin erről a támadásról? Nem. Nagyon jó lenne, ha az ukránok kevesebb hülyeséget beszélnének. Szóval amiket most csinálnak, ez kontraproduktív, ezzel megint azt érik el, hogy az átlag orosz gyűlölni fogja még jobban ezt a ukrán vezetést. Mit mond Podolják? Hogy ezt Putyin csinálta. Oké, okay, hol a bizonyíték? Tehát megint a levegőbe beszélnek, ami egy szörnyű dolog. Az oroszok ezt soha nem fogják megbocsájtani. Pont.
Amikor mondjuk ilyen mondat elhangzik az ukrán részről, akkor arra fognak-e reagálni az oroszok? És egyáltalán, tehát hogy ezt most úgy kezelik, mint a belső nemzeti tragédiájukat, amit négy az ISIS-hoz kötődő terrorista elkövetett, és ezt abzon a kereteken belül kezelik, hogy őket megkeresik és megbüntetik őket, vagy itt akár nemzetközi szintéren újabb példát akarnak majd statulálni annak érdekében, hogy ilyen ne fordulhasson elő, hiszen ha szerethetjük Oroszországot, meg utálhatjuk Oroszországot, de az, ami tegnap történt, az egy nemzeti tragédia. Egy, kettő, nem a hadsereg ellen hajtottak végre támadást, hanem abszolút civilek ellen. Három, nem, ha ukránok lettek volna, nem ők voltak, akkor is a ukrán vezetés könnyes szemmel mondta volna, hogy nem is hallottunk erről. De olyan mértékben lejáratta magát az ukrán propaganda ma világba, hogy az, hogy bejelentik, hogy ezt Putyin saját magának csinálta, tessék mondani, mi értelme van? Mi értelme van a választások után? Mert ha ez a választások előtt lett volna, és Putyin 50% körül lett volna, akkor elvi értelme van, így semmi. Tehát megint egy ukrán öngólt látunk, ami rendkívül szerencsétlen. Egyébként pár napja is próbált lecsapni az iszlám állam az orosz főváros mellett. Azt akkor sikerült megakadályozni. Az orosz FSB azt közölte, hogy március 7-én megakadályozta a csoport fegyveres támadását egy zsinagóga ellen a Moszkva melletti Kaluga régióban. Ugye tegnap is beszélgettünk arról a tanár úrtól, hogy az Egyesült Államok egyébként arra figyelmeztetett, hogy antiszemita jellegű támadás, vagy orosz zsidók elleni támadás várható. A kérdés az, hogy ez a támadás, ez ugyanannak a csoportnak a támadásnak, ugyanannak a csoportnak a támadásának a műve? A válasz az, hogy lehet, hogy igen, de most nem zsidók ellen irányult. Tehát ez most egy tömegrendezvény volt, ahol lehet, hogy az X ezerben volt 3-5 zsidó, senki nem, vagy zsidó származású, ezt senki nem tudja, de gyakorlatilag ez egy orosz nép elleni akció volt. Ön azt mondja, hogy ezt a négy embert likvidálni kell, vagy öt embert, mert most már különböző jelentések vannak. Nem biztos, hogy a oroszok ezzel beérik. Ők azt fogják megnézni, hogy ezek az emberek honnan jöttek, hol kaptak kiképzést, hol kapták a robbanóanyagot, mindennek utána fognak nézni, és nagyon csúnya, amit mondok, ebbe a világ támogatni fogja az oroszokat. A harmadik világ egyértelműen a nyugati világ felemás módon, de támogatni fogja, mert ha valami terror elleni harc, akkor ez az. Nem tudom, hogy ehhez a terrortámadáshoz van-e még olyan a tanár úrban, amit el szeretne mondani. Ugye még mindig keveset tudunk azért viszonylag, bár egyre többet, hogy van-e még információ, vagy mehetünk tovább. Persze, hogy mehetünk tovább, és köszönöm szépen. Nyilván óránként, 2 óránként újabb és újabb információk fognak előjönni, és nyilván az oroszok tervezik a válaszcsapást. Akkor menjünk tovább. Az ukrajnai invázió különleges katonai műveletként indul, de mostanra egyértelműen úgy látják, hogy háborúban állnak, amiért a nyugat felelős, ezt közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. A kijelentés vészfolyósló fordulatként értékelhető a hivatalos orosz narratíva tekintetében, erről írnak különböző sajtóorgánumok. Most volt először az, hogy Peszkov nem különleges hadműveletnek nevezte a háborút, de hogy azért érdekes ez, mert hadüzenet még nem történt, szóval hogy látja a tanár úr, hogyan kell értelmezni ezeket a mondatokat? Én megmondom őszintén, én nagyon régóta várom, hogy milyen orosz válaszlépés lesz. Tehát ha megnézem, a dánok, a belgák, a hollandok pénzt, pénzt, pénzt adnak oda. A franciák bejelentették, hogyha kell csapatokat küldenek. Macron, aki második ciklusát tölti, és eddig nem csinált ekkora hülyeségeket, telerakják az internetet azokkal a képekkel, hogy ő boxol és egy homokzsákot ver. Egy francia köztársasági elnöknek nem az a kritérium, hogy egy perc alatt hányszor tud egy homokzsákot megütni, hanem hogy vezeti Franciaországot, és milyen az európai szerepe. Nyilván az oroszok eljutottak oda, hogy szép volt, jó volt, elég volt. Én nem tudok Putyin fejével gondolkodni, hogy csinál-e válaszcsapást. De nagyon sok mindent tehet. Én gondolkodtam, rengeteg lehetősége van, elmondani sem akarom, nem akarok ötleteket adni nyilván. Rajtam kívül 500 olyan szakértő van ott, aki nálam sokkal jobb, és belülről látja az eseményeket. De nyilván Oroszország azt mondja, hogy elég volt abból, hogy az a rendszer, amelyik a hidegháború vége után létrejött, egyértelműen Oroszország ellenfoglalás,
ahol az oroszok valóban agresszorok voltak. Csak én mindig azt az egyszerű kérdést teszem föl, tessék mondani, miért provokálta ki ezt a háborút Ukrajna? Rengeteg a halott, a szerencsétlen ember mindkét oldalon. És ha már ilyen elvi alapú politizál a nyugat, amit történelme folyamán soha nem tett meg, miért nem csinálja ezt a másik 30 háborúba is? Hát kb. 30 háború folyik a világban. Miért nem beszélünk Szudánról, Csádról, az egész Száhel-övezetről és rengeteg egyébről? Ez a problémám. Lehet-e most nagyobb a feszültség? Lehet-e tényleg háború, és lehet-e ebből világháború? Ugye ezt a kérdést időnként feltesszük, óvatosan bánunk ezekkel a szavakkal, de azt látjuk, hogy most még a terrortámadással kiegészülve egyre nagyobb a feszültség. A válaszom az, hogy feszültség óriási. Háború folyik Oroszország és Ukrajna közt. Én örülök, hogy ezt kimondta a Peszkov. Én évek óta, amióta háború folyik, én első perctől kezdve azt mondtam, hogy ez háború. A világháborút pedig még egyszer el kell kerülni. Nem tudom, Macronnak kisúgta ezt az ötletet. Ez egy rendkívül rossz ötlet, hogy francia csapatokat küldjön oda, mert a francia csapatok azt jelentenék, hogy a NATO közvetlen részt vesz a konfliktusba. Most a NATO katonai bizottság elnöke mentett ki ebbe tárgyalni NATO delegációval. Én nekem erről is elég fura véleményem van, nem volt célszerű. Nyilván rendkívül boldog volt az ukrán vezetés, de azért Ukrajnának annyi józan paraszti esze kellene, hogy legyen, hogy nem rángatja be a saját szövetségeseit a harmadik világháborúba. Én ezt a józan paraszti észt jelenleg nem látom. Tegnap éjszaka egyébként Oroszország újabb nagyszabású drón és rakéta támadást intézett Ukrajna városai ellen, Harkov, Zaporizsia és Krivij Rih ellen, elsősorban az energetikai infrastruktúrát célozva, és ezzel párhuzamosan pedig egy vízi erőművet is támadtak, aminek egyelőre nem fenyeget a gátszakadása, de hát mindig, amikor ilyen infrastruktúrákat támadnak, akkor az kifejezetten aggasztó. Hogy lehet a tanár úr a hadműveleteket, illetve amikor dróntámadás van, akkor az például lehet egy ilyen elkeseredett dróntámadása a Moszkvában történtek miatt, a politikában történtek miatt? A válaszom az, hogy az oroszok nyilvánvalóan meg fognak mindent tarolni, Ukrajnán is. Az, hogy a ma éjszakai támadás, ennek a válasza volt-e, nem tudom, de nyilvánvaló az, hogy az oroszok abból indulnak, hogy minél több problémát okoz nekik Ukrajna, annál inkább odasújtanak. Én hetek óta nézem az ukrán ellenreakciókat. Egy, ők a határmenti településeket tudják lőni, más a képességük nincs. Kettő, az orosz drónoknak a 80-70-85%-át lövik le, ami nagyon jó eredmény. Csak a maradék 20-15-30% drón városokat tud tönkretenni, elektronikus rendszereket tud tönkretenni, vízi erőműveket tesz alkalmatlanná további működésre. Tehát egyszer el kellene Zelenszkijnek gondolkodni, hogy igen, Oroszország volt az agresszor, de ha nem békülök ki Oroszországgal, mi marad Ukrajnából? Eközben Brüsszelben EU csúcs volt van, Igen. ahol többek között Ukrajna támogatása és a téma, és egyelőre úgy tűnik, mintha nem jutottak volna dőlőre. Mit tudunk az EU csúcs részleteiről? Pontosan azt, amit ön mondott, hogy két lehetőség volt. Egy, a befagyasztott orosz vagyon hozadékát kapják meg. Erre úgy, ahogy hajlik Európa, ez se korrekt. A másik, hogy a orosz vagyont kapják meg. A Zelenszkij ezt követeli. Csak tessék mondani, milyen alapon ebben a percben az oroszok el fogják venni mindazt a nyugati vagyont. Mondok egy példát, kiköt egy amerikai hajó valamelyik orosz kikötőbe, kiköt egy dán hajó pillanatok alatt. Tehát itt annyit számítani kéne, hogy Oroszország tetszik vagy nem tetszik a három globális játékos egyike. Ukrán követelésre az orosz vagyont elvenni, ez egy életveszélyes játék. Ezt a történetben rendkívül ritkán kockáztatták meg, és Oroszország Oroszország maradt. Hogy Ukrajnából mi lesz a háború után, azt meglátjuk, de Oroszország meg fog maradni. Ukrajna is valamilyen módon, hogy milyen, ezt egyszer érdemes lenne hát beszélni. Tehát ez az egyik. A másik, hogy megállapodtak arról, hogy Ukrajnát tovább támogatjuk. Rendben van. A harmadik, hogy föl kell venni legalább egy új tagot Bosznia-Hercegovinát. Bosznia-Hercegovina a széthullás szélén van. Tessék mondani, hogy fogom fölvenni? Három részből áll. A szerb rész a Palébe akar csatlakozni Szerbiába. A horvát rész be akar csatlakozni
Zágrábhoz Horvátországba. A muzulmán rész megmaradna, de abban percben létrejönne valamilyen módon valamilyen muzulmán állam a Balkánon, még egy, amit a nyugat viszont nem akar. Tehát rengeteg kérdőjel van Boszniával. Ez az egész akkor lenne jó, ha létezne egy boszniai nemzettudat, ez ma gyakorlatilag nem létezik. Azt mondta Zelenszky, hogy az ukrán csapatoknak megalázó mennyiségű lőszer áll rendelkezésre az Oroszország elleni háborúban, és a hadseregnek sürgősen több légvédelmi eszközre is szüksége van, ezt a Brüsszelben ülésező uniós tagállami vezetőknek mondta. Ilyenkor őt meghallgatják és megértik, hogy a lőszer az oké, hogy megalázóan kevés Ukrajnának, csak azt látom, hogy azért nincs, mert nincs. Nem azért, mert nem akarnak adni. Egy-kettő, mert elpufogtatták, elnézést kérek. Hát nézem a frontról bejövő képeket, lőnek, lőnek és lőnek. Hát a jelenlegi adatok szerint napi 2000 lőszert lője Ukrajna, 10 000-et Oroszország. Tehát tényleg ötszörös orosz fölény van ebbe a lőszer kategóriába. De hát akkor ésszel használom föl, vagy ha nincs, akkor levonom a politikai következtetéseket. Most Zelenszky elvárja, hogy cseh javaslatra a világon a meglévő lőszert Európa fölvásárolja és ingyen segélyként odaadja Ukrajnának. Oké, tehát ez Európa sem bírja a végtelenségig. Ma ez a háború USA nélkül nem tud hosszú távon működni, már pedig amerikai republikánusok eddig a további támogatást gátolták, blokkolták. Átérnék most akkor más témákra, és akkor a hallgatói kérdések még valószínűleg úgyis majd fognak az orosz-ukrán Jó. háborúval foglalkozni. Elindult ma a szlovák elnök választás. 11-en jelezték indulási Így van. szándékukat, de ketten visszaléptek, és a felmérések azt valószínűsítik, hogy Péter Pellegrini a jelenlegi parlamenti elnök, illetve Iván Korcsok korábbi külügyminiszter juthat be a második fordulóba, illetve van magyar jelölt is a Magyar Szövetség elnöke Forró Krisztián személyében. Hogy látja a szlovák választási, az elnök választási esélyeket? Ahogy ma kinéz, lesz második forduló, és számomra egy kérdés van, és amit most mondok, nagyon csúnya, és bocsánatot kérek. Hány százalékot fog a magyar jelölt kapni? A mostani pár héttel ezelőtti szlovák választásokon a magyar párt nem került be a parlamentbe, másodszor egymás után. Ebből le kell vonni a következtetést. Én egyet levonok, hogy a magyarok jelentős része nem a magyar pártokra szavaz. Föl kell tenni a kérdést, hogy miért. Én most beszéltem a magyar államfő jelölttel, pár nappal ezelőtt találkoztunk egy tévéstúdióban, és ő azt mondta, hogy ő 4%-ra számít. Ez egy nagyon érdekes eredmény, mert ha azt veszem, hogy 7% magyar érintése 4%-ot kap, oké. De ha kevesebbet kap, az megint azt mutatja, hogy a magyarok nem a magyar jelöltekre szavaznak, és akkor el kell gondolkodni, hogy ebben a rendszerben hol van a hiba. Nekem ez a legfontosabb kérdésem. Ha ő megkapja a 4%-ot, akkor oké, az se siker, de az azt jelenti, hogy egyfajta tárgyalási pozíciója lesz a második fordulóra. Ő mondhatja azt, hogy a magyarok nevében jelentik, hogy a magyarok nyilván Pellegrinire szavaznak, de cserébe ezt kéri. De ha 2% körül kap, akkor ez nem tárgyalási pozíció. A másik, hogy most voltunk ugye mi is a Felvidéken, illetve Dunaszerdahelyen is, és a Kövölk úton, az a Felvidéken volt, és ezúton is üdvözöljük őket, nagyon kiváló előadás volt. A tanár úr nagyon keményen és élesen beszélt arról, hogy a magyaroknak össze kellene fogni, és nem egymást utálni, és hogy nem egymásra beszélni, és láthatóan a közönségnek tetszett egyébként, tehát hogy utána is jöttek oda, hogy végre valaki megmondta. Tehát azt látni, hogy a magyarok szavaznának egy irányba, és összefognának, és nem a magyar polgárokkal van a probléma, hanem a politikával. Nekem rendkívül érdekes volt, mert mielőtt most még kimentünk Kőbölk útra és kimentünk Dunaszerdahelyre, én voltam többször a Felvidéken. És amikor a keleti részén vagyok Szlovákiának, akkor azt mondják, hogy halljuk, hogy holnap mész Pozsony mellé. Ezekkel te szóba állsz? Másnap azt hallom a Pozsony körüli magyar településeken, te keleten voltál, ezekkel beszélsz? Na most így nem lehet politizálni. Én ezt mondtam el. Tehát, ha nincs egy közös magyar érdek, nincs egy magyar közös gondolat, papíron igen, de a valóságban nem, akkor a magyaroknak ott a helyzete rendkívüli mértékben nehezedni fog, akkor is, ha a mostani szlovák kormány korrektül áll Budapesthez és korrektül áll az ott élő magyarokhoz. Tehát itt ebben a rendszerben valami nincs rendben. Nem az én feladatom, hogy kimondjam, hogy mi, ki tudom mondani, nem az én feladatom. De le kell vonni a konzekvenciát, hogy mi kell ahhoz, hogy a magyarok úgy, ahogy összefogjanak. Mi kell ahhoz, hogy a
nagyon régi ellentéteiket, sérelmeiket valamilyen módon feledésbe vigyék. Pont. Rengeteg magyar párt volt, most van egy egységes magyar párt, így sem működik a rendszer. Tessék föltárni az okokat. Más téma. Oroszország és Kína tegnap megvétózta Igen. az ENSZ biztonsági tanácsában az Egyesült Államok által beterjesztett határozati javaslatot, amely azonnali és tartós tűzszünetre szólít fel a gázai övezetben az Izrael és Hamász közötti harcokban, a civilek védelmen és a humanitárius segélyek eljuttatása érdekében. Azt mondta Oroszország állandó ENSZ képviselője, hogy Moszkva támogatja az azonnali tűzszünetet, a szerinte csupán félig meddig szívből jövő amerikai javaslat azonban nem szólít fel elég világosan a fegyvernyugvásra, és gyakorlatilag zöld utat ad Izraelnek a tervezett Rafahi offenzívájának megindítására, illetve ürügyet ad a Hamasznak arra, hogy elálljon a megállapodástól. Picit máshogy látom. Annyit látni kell, hogy ma élethalál harc folyik a világban Kína, Oroszország és USA közt. Ha az USA beterjeszt egy javaslatot, oroszok megvétózzák, és fordítva. Eddig az USA ilyen javaslatot soha nem terjesztett be. Mi történt most? Egy hónap után volt hajlandó egymással szóba állni amerikai elnök és az izraeli miniszterelnök Netanyahu. A Blinken szegényke hetek óta állandóan járja a közel-keletet, most éppen Egyiptomba, Szaúd-Arábiába, volt Jordániába, Izraelbe, és nem ér el eredményt. Most éppen Katárban tárgyalások vannak, ki vesz részt? Mossad főigazgatója, izraeli titkosszolgálat. A Hamas képviselője, Egyiptom, természetesen Katár, és az Egyesült Államok. Lesz megállapodás? Én nem tudom megmondani. Katasztrofálisan mások a Hamas céljai és az izraeli célok. Ha az oroszok beterjesztik azt a fegyverszünetet, hogy jó Isten leszáll a földre és gratulál Putyinnak, akkor is amerikai vétó lesz, és fordítva. Tehát ma sajnos a három globális játékos a legalapvetőbb kérdésekben sem tud kiegyezni, mert egyik sem akarja ahhoz a pozícióhoz juttatni a másikat, hogy te teremtetted meg a békét. Idáig jutott a világ sajnos. Még egy megjegyzés. Régen az olimpiák alatt béke volt. Én nagyon kíváncsi leszek, hogy a párizsi játékok alatt lesz-e béke. Most mondom, nem. Abból is gondolom, hogy nem, hogy ugye például az oroszok, fehér oroszok nem vehetnek részt az Hát olimpián, persze. ezért most egy alternatív olimpiát fognak csinálni barátság Amire bajnokságon. már a nyugat fölkérte a részt venni óhajtó országokat, hogy ne menjenek el. Oké, de tessék mondani, én tudom, megint amit mondok, nagyon sok embernek nem fog tetszeni, az az orosz sportoló miért nem vett részt az olimpián, amikor 4 évet erre készült? Tehát miért kell a sportba ilyen szinten a napi politikát bevinni? Pont. Nagy-Britannia daganatot diagnosztizálta a Katalin Velszi hercegnőnél, már meg is kezdődött a kemoterápiás kezelése. Ezt közölte tegnap videóüzenetében Vilmos herceg felesége, mert hogy sokan azt találgatták, hogy hová tűnhetett el, mindenféle összeesküvés elmélet szájra kapott egyébként, hogy válnak, rosszban vannak, aztán kiderült, hogy itt ennél súlyosabb a helyzet. Nem túl vidám mostanában a királyi családnak a története, ugye meghalt a királynő, harmadik Károlynál is rákot diagnosztizáltak, vagy daganatos megbetegedés, ugye ezzel kapcsolatban néha ilyen fordítási árnyalatbeli különbségek vannak, most Katalinnál is. Hogy látja a királyi család helyzetét jelenleg a tanár úr? Próbálok udvarias lenni. Én nekem nagyon melegen van abból, hogy a nyugati sajtó az esetek jelentős részében, ahelyett, hogy elemezne, a királyi családokkal foglalkozik. A királyi családok közül a legjobb, legtöbbet nyilván a brit uralkodó családdal. Én ezt egy szappanoperának látom, aminek személyi veszteségei vannak. Meghalt a királynő. A királynő nagyon jó vitte a brit birodalom. Helyre kerül Károly. Lehet, hogy soha többet nem hívnak meg brit fogadásra. De Károly 48-ban született. 76 éves. Bocsánatot kérek, minden tiszteletem az övé, már verik a Károly pénzeket, csak milyen perspektívája van, milyen üzenete van, mi a célja, mint uralkodónak. Másik. Amikor én egyetemista voltam, ez az előző évezredben volt, akkor még mamutok futkostak a földön, tehát amikor én még egyetemista voltam, akkor azt tanultuk, hogy nem mert elvált ember Nagy-Britániában, mert a brit korona ezt nem engedi meg. A Károly elvált nagyon csúnyán. Ráadásul nem ő volt a népszerű, bocsánatot kérek, hanem a felesége Diana. Aki nagyon fura körülmények közepette halt meg, pont. Jön két fiú gyerek.
Két fiúgyerek, aki fölnő úgy, hogy az anyja meghal. Az egyik trónra kerül majd Károly, a másik az egy lelkibeteg srác. Nem akarok belemenni a egész Harry jelenségbe, a Meghan jelenségbe. Rengeteget lehetne, de az ember őszintén elmondja a véleményét, akkor lehet, hogy bíróságra kell járni, mert bepereli. Na most egy ilyen helyzetben a Katalin rákos lesz. Szörnyű. De hát egyszer el kell dönteni, hogy mi a brit királyi család küldetése. És ehhez kellene a feladatokat igazítani. És eldönteni, hogy Károly élete végéig uralkodó marad-e második feleségével, vagy pedig a fiatal, nyilván tehetséges, más generációjú Vilmos kerül a hatalomra. De ezek életveszélyes kérdések, mert ha erről bármit mondok, az a legmocskosabb beavatkozás a brit belpolitikába. Pont. Akkor egy utolsó hír és aztán Igen. kérdések. Ennek részben van magyar vonatkozása is. Megvolt a Magyar Köztársasági elnök Sólyog Tamás első külföldi látogatása. Lengyelországba látogatott egyébként, és itt többek között Andrzej Duda elnökkel találkozott, ahol közös sajtótájékoztatót is tartottak, és azt mondta, hogy kiemelten fontos a párbeszéd fenntartása és elmélyítése Lengyelország és Magyarország között. Nyilván minden látogatás szimbolikus, az, hogy a Magyar Köztársasági elnök először Lengyelországba ment, az jelezheti azt, hogy akár javulhatnak a lengyel-magyar kapcsolatok? A válasz az, hogy igen és nem. Az igen azt jelenti, hogy minden célunk az, hogy így legyen, a nem az, hogy a Duda az egy jelenlegi államfő, aki a kormányon szemben áll, és a kormány már bejelentette, hogy 50 nagykövetet levált, ha Duda nem írja alá az új nagykövetek nevezését, akkor semmi probléma, ügyvívőket küld oda, amíg Dudát félreállítják, lejár a mandátumot. Tehát Lengyelországban egy rendkívül komoly hatalmi váltásság van a kormány és az államfő közt. A valós hatalom az államfő kezében nincs, a kormány kezében van, de Dudának azért egy mozgástere van. Az, hogy tárgyaltunk Dudával, ez jó, de én jobban örülnék, ha végre valamilyen módon rendezni tudnánk a kapcsolatunkat Tuskkal. Az egy sokkal nehezebb ügy. Hallgatói kérdésekkel folytatjuk. Tisztelt Nógrádi úr, nekem egyre jobban úgy tűnik, hogy ez színház sajnos, ami sok ember életébe kerül. Elképzelhető, hogy Ukrajna útban volt minden nagy hatalomnak. USA-nak is kell, oroszoknak is kell, az EU-nak, meg úgy is azt kell csinálnia, amit az USA mond. Nem lehet, hogy Putyin lepaktált az USA-val előre? Nem, nem célszerű, ugyanis ebbe a háborúba Putyin is rengeteget vesztett. Tehát, ha megnézem, a kőolajföldgáz Európába nem tud jönni, a hadsereg egy részét le kellett kötni Ukrajnába. Nem, de az igen, hogy háttéralkuk vannak, hogy meddig mennek el. Hogy megvan az, hogy melyik fél mit ad, mit nem ad, hogy a oroszok most és az amerikai atomerőművekhez az uránt szállítják, semmilyen embargó nem vonatkozik az orosz uránt szállításra, tehát nagyon sok háttéralkú van, amit a világ nem ismer. És a hallgatóinak a másik kérdése így szól, hogy a másik nagyon fontos kérdésem az lenne, hogy az Atatürk könyv mikor lesz kész. Nem sürgetni akarom a tanár urat, de, és ilyen mosolygó fejek, üdvözlet és tisztelet Somogyország fővárosából. Hát egy, boldogan lennék, ha meghívnának. Kettő, hát előbb-utóbb meg fog jelenni egy török könyv, a török miniszterelnök Davutoglu könyve, a stratégiai mélység. Nem Három, adjuk fel. nem adjuk fel, három. Hát én most reggeltől estig azt a könyvet írom, amit fürdés közben kitaláltam, hogy a világ mai helyzete. A Merkel könyvem már készen van. A Merkel 70. születésnapjára nyára szeretném kiadni. Ha kész leszek a világpolitikával, akkor átgondolom, hogy írok-e könyvet, ha igen, mikor, miről. Az Atatürk a fejemben van, egy bajom van vele. Nem tudom, hogy Magyarországon érdeklődést váltana neki a Atatürk könyv. Két dolog jutott annak idején az eszembe, Atatürk és Tito, egyikről sem vagyok meggyőződve, hogy ez érdekes lenne. A Merkel az igen, a Kissinger igen, a Kennedy igen. Nagyon érdekes volt, most elfogyott a Talleyrand, és kiadták, és kaptam, mit én, pár példányt, 50-et, nem tudom. És vidéken mondtam egy előadásra, hogy Talleyrand. Senki. Tehát állat érdekes, hogy Talleyrand a kor zsenie, csodája, szörnyetege 200 éve élt. Ki emlékszik már erre? Napolon, igen, volt egy ilyen Talleyrand. Holott Talleyrand meghatározta a kor politikáját. Szóval ez egy nagyon nehéz kérdés, átgondolom, amit ígérek, tartom, de én itt most nem merek ígérni.
Akkor újabb, immáron komolyabb kérdések. Tisztelt Igen. Nógrádi úr, az utóbbi időben európai politikusok egyre felelőtlenebb nyilatkozatokat tesznek, amikkel a második világháború kirobbanásával játszanak. Az alábbi kérdések foglalkoztatnak. Egy. Mi lenne, ha valamelyik európai vezető elrendelei csapatai bevonását az orosz-ukrán frontra, de a hadsereg vezetői, akik talán józanabbul gondolkodnak, megtagadják a parancsot, esetleg katonai puccsot hajtanak végre a saját kormányuk ellen, hogy elkerüljék a világháborút? A válaszom azt, amit ő fölvet, ennek óriási a realitása, de azért Nyugat-Európában eddig katonai pucsok nem nagyon voltak. Ha Európát úgy veszem, hogy NATO, akkor Törökországban jó pár ilyen pucs volt, Görögországban is volt ilyen pucs, például 1967-ben az ezredesek hundája, de mondjuk Franciaországban de Gaulle-t nem lehet pucsnak nevezni, nagyon sok Németországban ilyen nem volt, Németországban Helmut Schmidt alatt a katonai felsővezetés jelentős részét egyszerűen nyugdíjazták. Tehát amit mond, abban van realitás, kérdés az, hogy a katonai vezetés képes-e és megmeri ezt tenni. És a második kérdés, mi Igen? történne, ha egy NATO ország hadserege megbuktatná a saját kormányát? A NATO erők beavatkoznának ebbe a belső konfliktusba? Köszönöm a válaszait, jó egészséget kívánok önnek, a csatorna készítőinek pedig további sok sikert, üdvözlettel, Andor! Ez egy jó kérdés. Arab tavasz kapcsán volt egy nagyon fura dilemma. Mi a jobban nyugatnak? Erről mi egyszer beszéltünk. Ha demokraták győznek egy választáson, és USA ellenesek, vagy ha egy diktátor van, nem választ, de USA barát. Magyarul, ha ilyen lenne, hogy a hadsereg átveszi a hatalmat, a hadsereg elég értelmes ahhoz, hogy a hatalom átvétel első másodpercében, nem percében azt mondaná, hogy minden nemzetközi kötelezettségemet teljesítem, továbbra is a NATO-ba vagyok, és továbbra is legfőbb szövetségeseink az amerikaiak. Ezek után ki kellene mutatni, hogy az államfő már gyerekkorában is szörnyeteg volt, félre kellett állítani, mert ha nem embervérből ivott, stb. Tehát ilyeneket kéne mondani, és akkor a világ ezt tudomásul venni. És akkor a következő kérdés, Igen? tiszteletem, üdvözletem Király Tamásnak és Nógrádi György tanár úrnak. Az lenne a kérdésem Nógrádi Györgytől, hogy az eszkaláció mennyire súlyos az orosz-ukrán háborúban. Az elmúlt napokban az európai politikusok kijelentései, többek között Macroné, aggodalomra adnak okot. Ezek a tanult emberek tényleg belevinnének minket egy harmadik világháborúba, vagy csak a média nagyítja fel az egészet? Nem tudom elképzelni, hogy ezek az emberek ne tudnák ennek a súlyos következményeit, mégis úgy dobáloznak súlyos szavakkal, mintha egyáltalán nem tudnák azoknak a szavaknak a súlyát. Tényleg olyan csacsi emberek vezetnék Európát, akik nem látják át ezeket, vagy más van a háttérben? Válaszát előre is köszönöm. A válaszom az, hogy ma az értelmiség jelentős része a világon mindent kerüli a politikát. Tehát ő csacsi embereket mond, ez a kifejezés tőlem származik, én fenntartom azt, hogy ez egy része a vezető politikusoknak rendkívül ostoba. Megöregedett is szennid is, lásd az amerikai elnök, alkalmatlan Macron francia köztársasági elnök, és még néhány példát tudnék mondani. Hihetetlen sok alkalmatlan van a politikai élén, én remélni tudom, hogy a harmadik világháborút elkerüljük, mert ha nem, akkor nem lesz több adás. Pont. Köszönöm, ez egy bölcs megállapítás volt. Végre egyszer sikerült, oké? Okay? Bár egyébként a harmadik világháború, amíg zajlik, addig lehet adás, és ezt most nem ilyen kereskedelmi hülyeséggel mondom, hanem inkább azt próbálom sugallni, hogy nem halunk meg azonnal a harmadik világháború esetén, nem? Attól függ, hogy milyen csapásokkal indul. Attól függ, hogy ezeket a csapásokat le lehet állítani. Hát óriási irodalma van, hogy mikor kell taktikai atomfegyvert bevetni, amelyik 20 négyzetkilométeren semmisíti meg az életet. Mikor kerül sor a hadászati csapásmérő eszközök bevetésére, melyik oldalról, hogy kezdik, le lehet állítani. Ennek irodalma van, valóság nincs. Én hagyd mondjam el, hogy Csernobil után a teljes akkori szovjet atomstratégiát átállították, mert Csernobil tanulsága más volt, mint ami addig a tankönyvekben szerepelt. Az teljesen elképzelhetetlennek tartja a tanár úr, hogy ezek a napok, ezek úgy vonulnak be a történelembe, mint a harmadik világháború első évei. Elképzelhető, csak ne legyenek tovább évei. Mert ha lesznek, nem lehet túlélni. Tehát lehet, hogy csak az ötödik napon vetik be az atomfegyvert, de ettől ez még az emberiség De elpusztítása. nem lehet világháborút atomfegyver nélkül lefolytatni, mert szerintem ebben van közöttünk egy vita, mert szerintem lehet.
Mert hogy Rend, gondolom nem de ha akar senki megdögleni így teljes de körben. elnézést kérek, ha atomfegyverek nélkül bonyolítom le a harmadik világháborút, az a NATO győzelmét jelenteni Oroszország fölött, mert olyan katonai hagyományos fölénye van, ezt az oroszok nem tudják elfogadni. Ettől kezdve az oroszoknak elsőként atomfegyvert kellene bevetni, mert ha nem, akkor Vlagyivosztokig elmennek a nyugati csapatok. Bocsánat. De nem azon az oroszok fejében is, hogy oké, bevetjük az atomfegyvert, megsemmisítjük Londont, vagy nem tudom én, New Yorkot, de hát rá egy órára meg megsemmisül Moszkva is, és hogy akkor ez a kölcsönös elrettentés, ezért Nem atomfegyvert csak Moszkva, kizárva. anélkül is megsemmisül. Hát ha megindulnak a NATO erők, olyan európai fölényben vannak, ezért nekem állati fura, hogy a oroszok elfoglalják Belgiumot. Ez hülyeség. De hát ha megindulnak a NATO erők, olyan fölényben vannak a orosz hadsereggel szemben, hogy a orosz hadsereg nem tud sikeresen ellenállni. Az orosz hadsereget nem arra készítették föl, hogy a világ összes Kínát hagyjuk számottevő hadseregével egyidejűleg kerül szembe. Tehát nincs más opciója, csak az atomfegyver bevetése. Na jó, reméljük, hogy erről mindig csak elméletben fogunk beszélgetni. A műsorok végén, amíg hát ilyen békés időben élünk, legalábbis mi itt Magyarországon, megkérem a tanárulat, hogy ismertesse a játék kérdésünket, amire még jövő péntek éjfélig lehet játszani, addig még biztos nem lesz atomháború. Rendben. Oké. Hát a kérdés az volt, hogy annak idején nagyon sok mindenkiről elneveztek a szendvics nevű húst, hogy két kenyér közé beteszek egy húst, ez a szendvics, a szendvicsről nevezték el, aki így evett gyorsan. Tanár úrról meg Valaki. elneveztek egy ropit. Kiről? A tanár Egy úrról. ropit, Nógrádi igen. ropi, igen. Igen, ugyan nincs egymáshoz közünk, de ez jó poén, köszönöm. Ugyanilyen volt a kardigánnal, a felesége kötötte a férjének, Lord kardigánnak. Az én kérdésem az volt, mi az a ruhadarab, ami jellemezte Hans Dietrich Genschert, Németország külügyminiszterét, egy időben alkancellárját, egy időben a Német Szabaddemokrata Párt vezetőjét. Köszönöm szépen! Erre a kérdésre várjuk a válaszokat a www.ultrahang.tv/játék oldalon. Jövő péntek éjfélig tudnak játszani. Várjuk a válaszokat. A tanár úrnak nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk. Én nagyon szépen köszönöm! A kedves hallgatóinknak pedig köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk a következő napokban is, a tanár úrral legközelebb szerdán találkozhatnak majd itt az Ultrahang csatornáján, kedden jön hozzánk dedikálni, tehát aki addig szeretne dedikált könyvet, érdemes megrendelni anyák napjára, gyerek napjára, meg csak úgy, és mindenkinek szép napot kívánunk ma is, viszontlátásra, viszonthallásra.